ma össze. Azért jöttünk ma össze, mert a politikai baleset történetében a harcunkban egy jelentős mérföldkőhöz értünk. Egy mérföldkőhöz, ami azt jelenti, hogy ma bármilyen döntést születik, az ebben a témában a devizahitelesek szinte 100%-át érinti. De azt jelenti, hogy automatikusan érvényes lesz mindenkire, de erre a mai döntésre minden egyes perben lehet hivatkozni. Azért jöttem ma ide, hogy tanulni legyünk annak, hogy Magyarországon jogállamban-e. Egy egyszerű kérdés, ami úgy szól, hogy ha valamiért fizetek, valamit kifizetek, az költsége nekem. Ezt el tudja dönteni Magyarország legfelsőbb bírói tanácsa. Ez egy egyszerű kérdés, én biztos vagyok benne, hogy egy 6 éves gyermek is el tudja dönteni. Ugye ha ma úgy ítél a bíróság, hogy ez költség, és igazunk van az adósoknak, akkor egy picit örülni fogunk. Nem túl sokat, mert ezzel még nincsen rendezve a devizahitelesek problémája. Nincsen rendezve a kártalanítás. Nincsen rendezve a felelősség kérdése. Nincsen rendezve az, hogy emberek, kifosztók, több ezer ember haláláért felelnek. Ha ennek csak tanulni akarunk lenni, hogy Magyarországon jogilag egyáltalán van-e mit keresnünk. Ha kiderül, hogy igen, ha kiderül, hogy a szerződések nagy része semmis, akkor a mai napon meg kell állítani a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat. Ez azt jelenti, hogy minden ember, akit eddig kitettem a házából, az jogtalanul került ki a házából. Minden elveszített élet a devizahitelek miatt, az kárba veszett. Annak nem kellett volna megtörténnie. Ezért valaki felelni fog. Ha úgy döntene a kúria, hogy ez nem költség, akkor pedig nincs jogállam Magyarországon. Akkor onnantól kezdve a jogállamiságot kell követelnem, és ahogy is támadta, hogy hétkedden, akkor a törvények már rám se vonatkoznak. És ennek megfelelően fogunk ma eljárni. Hamarosan kezdünk, addig megkérem a többi szervezőt, hogy néhány szóban ismertesse az álláspontját a mai nappal kapcsolatban, és köszöntse a résztvevőket!